Te tudod, ki az a részfaszú bagoly? Ha rossz leszel, akkor jöj és megreszel. Számos legenda szól róla, és elsőre ugyan nagyon viccesnek hathat a megnevezése, de úgy hiszem, nem ismered az igaz történetét. A sötét középkorban ismert részbagoly a vasorú bábatása volt, és bizony nem a fantázia szüleménye. Az orvosok és a bábák ugyan nagy köztiszteletben álló polgárok voltak, mégis sokan tudták, hogy másfajta ellátást is biztosítottak. A gyerekelhajtás, vagy ahogy ma ismerjük az abortusz, egy bűncselekmény volt, hiszen Isten ellen való véteknek minősült. De nem meglepő, hogy ezek a tudósok ebben is segítkeztek, amennyiben igényt tartottak rá. Angyalcsinálónak is hívták őket, a bába egy kampót, míg az orvos egy hosszú részszerszámot használt. Nem véletlen tehát, hogy olyan rémtörténetek maradtak fent, amely legendákat szült. A bagoly, mint a tudomány jelképe, egy igazi gyerekijesztővé vált, akinél ott van az a bizonyos eszköz, és használni fogja, hogyha rosszul viselkedsz. Mint iskolás, ha bepisilt, az erdő oly komoly, az arcán ott a félelem, tudja, ezen az élen vért szomjúhozva megjelen a részfaszú bagoly. És te kitől rettegtél éjszakánként?